Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket innen a Balatonboglári Platán strandról, ahol következik a Fürdővárosok strandfoci kupájának a döntője. Homok foci következik tehát itt a döntőn Balatonbogláról. A két csapat, amelyik bejutott ide, az a Nemzeti Tiszafüred együttese, valamint a Hamza Búzás FC csapatai. Nézzük a két csapat, hogy kik is alkotják. Kezdjük a Hamza Búzással. 1-essel Nagy Endre, 21-essel Tóth Gyula, aztán 2-essel Hamza Tamás, 3-assal Borbély Dániel, 5-össel Nagy Gábor, 21-essel Móra Krisztián, 7-essel Szurdok Dávid, 27-essel Pál Máté, 10-essel Vig Ferenc, 18-assal Csomós Tamás, 6-ossal Hajlinger Balázs, 9-essel pedig Forgács Dániel. Nézzük a tiszafüredieket, 15-essel Ulvicki, 1-essel Gerhát, 4-essel Tóth Tibor, 7-essel Tóth Sándor, 3-assal Dajka Mihály, 8-assal Bozsó László, 12-essel Vámosi Csama, 13-assal Pataki Gábor, valamint 9-essel Dorcsák Zoltán. A mérkőzés játékvezetői pedig Kis József, valamint Varga Sándor lesznek, és szeretettel köszöntöm a Fürdővárosok strandfoci kupájának főszervezőjét, Ábrahám Tamást, akivel együtt fogjuk ezt a mai mérkőzést közvetíteni. Pillanatokon belül kezdődik a találkozó, először is arról kérdezem, hogy mit vár ettől a döntőtől. Mondhatjuk, hogy a két legjobb csapat jutott be egyébként? Hát mindenki úgy gondolja, hogy ő a legjobb közben csapat. Közben megkezdődött tehát a mérkőzés, megvan az első lövés is és a szöglet. Mindenki úgy gondolja magára, hogy ő a legjobb csapat, nyilván ez a két csapat is így gondolja. Talán meglepetés a Nemzetinek a döntőbe jutása, hiszen selejtező kellett játszani azért, hogy a mai döntőbe bekerüljön, de a tegnap és a mai nap Balatonboglár városa arany napként kerül be a Nemzetinek a naptárába, hiszen már ha második lesz, akkor is szép eredményt ért el. Közben itt rögtön a szöglet után volt egy veszélyes szituáció, de fel tudtak szabadítani a hamzások. Ugye azt mindenképpen tudni kell, hogy ez egy négy selejtező fordulós állomásnak a legjobbjai, talán nyugodtan mondhatjuk így, jutottak el ide az ötödik állomásra, Balatonboglára, amelyik, ha minden igaz, akkor ő most csatlakozott be. Ugye tavaly volt egyáltalán az első alkalommal megrendezve ez a torna, és most a második évben ki lett bővítve egy újabb állomásra, és ez Balatonboglár. Miért hozták ide a Balatonpartra? Több csapat érdeklődött, hogy a Berekfürdő, Abátszalók, Tiszafüred és Tiszakécske mellett jó lenne, hogyha egy balatoni helyszín is lenne. A Balatonboglári önkormányzat nagyon pozitívan állt a megkeresésünkön, segített bennünket, adták a helyszínt és biztosították a rendezést, így került ide a döntő. Közben Nagy Endre dobta ki a labdát. Nem történt szabálytalanság. Hajlinger. Fölment ki a játékszer, így aztán jöhettek a tiszafürediek egy bedobással. Aztán majd itt a 2x12 perces játékidő közben, ugyanis ennyiből áll egy strandfoci mérkőzés, közben majd egy-két fontosabb dolgot azért elmondok a szabályokról is. Miközben egy távoli kísérlet nem sokkal ment mellé, nagy tüzelt a hamzások részéről. Hogy itt elnéztem egyébként ezt a mai napot, igen színvonalas mérkőzések voltak, és ebben megerősítettek a játékosok, akikkel itt közben a riportot készítettem, hogy volt itt olyanok, akik játszanak a profiban, és mondták, hogy nagyon-nagyon-nagyon színvonalas, és nagyon jó játékosok vannak itt. Igazán úgy alakult, hogy a tavalyi évben nem annyira adott az első és tanuló év, ugye a Fürdővárosos strandfoci kupájában. Úgy alakult a második évben, hogy nagyon jól érdeklődtek, jobbnál jobb csapatok jöttek, akik jobbnál jobb játékosokat vonultattak föl. Én is úgy érzem, hogy már az első selejtezőtől kezdve, ami Berekfürdőn volt, már ott is több jó csapat jelent meg, és azóta minden hétvégén csak egyre jobb csapatok jöttek. Színvonalas az egész hétvége és az egész döntő, örülünk neki. Közben Hajlinger fog neki futni a labdának, rendesen neki fut itt a szabadrugásnál. Nem is rossz lövés, épp hogy csak elkerülte a kaput. Igen, tehát ahogy említettük, ugye négy állomás alapján lehetett ide kvalifikálni. Erről a négy állomásról, aki a négy csapat, aki a legtöbb pontot gyűjtötte, ő automatikusan résztvevői voltak ennek a mai döntő vasárnapi napjának, és további 8 csapat pedig a tegnapi, azaz a szombati napon úgymond kvalifikálta magát ide a vasárnapi napra, illetve azok közül is egész pontosan csak 4. Így aztán így alakult ki a mai 8-as mezőny, ahol is két csoportra lett elosztva, természetesen 4-4 csapat, és a két legjobb mindegyik csoportból tovább jutott, majd utána keresztbejáték, bronzmérkőzés, és aztán végül is most vagyunk így itt a döntőben. Nagyon nagy csaták voltak egyébként az elődöntőben is, óriási kiki meccs volt, például az utolsó elődöntő, mely büntetőkkel
dőlt el, és hát az is aztán elég sokáig, mert nem is tudom, eddig vagy 8-at legalább rúgtak a csapatok. És ez hát onnan ugye a Hamzások kerültek így ösztesen, és a fékcentrumosok kicsit elkeseredhettek, talán mondhatjuk így. De utána közben itt egy apró faul történt itt közvetlenül előttünk. Ez is mutatja, hogy színvonalasabb a torna, mint tavaly volt, hiszen a büntetők is jobban elhúzódtak, mindenki betalált, illetve hát a kapusok nem nagyon tudták fogni egy büntetőt sem. Sportszerűen visszaadják a labdát a tiszafürediek, jöhetnek a Hamzások. Nagy Endrénél van a labda, egy távoli kísérlet. Pál kapott bele egyébként a labdában, próbálta a hosszúra átforgatni, de túlságosan a sarok irányába ment. Be volt gyakorolva, látszott a figura. Igen, egyébként azért azt nyugodtan elmondhatjuk, ahogy itt néztem a mérkőzéseket, tehát itt nem arról van szó, hogy lejöttek ide a hétvégére, bedobtak egy labdát középre, és akkor csináljunk valamit, tehát itt látszik, hogy egy régóta együtt játszanak, közben egy távoli kísérlet volt Vámosi részéről, és már is a kidobás. Igen, többnyire ezek a csapatok kis pályás tornákon is télen különböző városokban rendezett csarnokokban megszervezett tornákon részt vesznek. Többnyire baráti társaságról beszélünk, és a baráti társaság aztán nyáron nyilván a szabadba vágynak a homokra és a strandokra. Jöhetnek a tiszafürediek. Egy jó kapus kidobás. És már is jön vissza. Kifejelték a labdát, Dorcsák fejelte ki. Bedobás fog következni, amit el is végeztek a Hamzások, mellel teszik vissza a távoli kísérlet víg részéről. Hát ez utána a lövés után nem lehet túlságosan víg egyébként, jócskán elkerülte a kaput. Víg felül el lehet mondani, hogy többszörös tanfoci válogatott játékos, kis pályás focikon is ott van, sőt ő maga is szokott szervezni Miskolcon télen. Tehát ő nagyon ismert a szakmában és a többiek előtt is. Most egy kicsikét a csínyben játszották meg. Azt tudni kell, mint hogy az előbb most láthatták a kedves nézők, hogy hazadták a labdát a kapustak. Közben egy távoli kísérlet, óriásit mendett Nagy Endre. Annyival gyorsabb egyébként a homokfoci játék, mint a rendes füves pályás, hogy az ember végig se tud mondani egy fél mondatot, már biztos, hogy történik valami. Tehát éppen azt mondtam, az előbb ugye hazadták a tiszafürediek a labdát a kapusnak, meg lehet fogni, igen, tehát a hazadást meg lehet fogni. Annyi van, hogy ilyenkor a játékvezetők elkezdenek számolni, 5 másodperce van ilyenkor a kapusnak, hogy játékba hozza a labdát, és ugye ezért kell ilyenkor sietni, közben megint itt egy kísérlet. Dorcsák próbál tüzelni ballal, és újabb sarokrúgás következik. Napokban olvastam egy statisztikát a strandfociról, és ott írják, hogy 3,5 percenként születik egy gól a strandfociba általában. Ott egy kísérlet, és átment a kapus mögött, és az csak az üres kapuval kellett volna bepofozni. Hát nem sokon múlott, hogy a tiszafürediek megszerezzék a vezetést. Múlt héten játszott a Dabászolók és a Tiszafüred egymással egy mérkőzést a torna folyamán, és ott a Nemzeti nyert a Hamza ellen. Most pedig már is Nagy Endrénél a labda, aki nézi, hogy kinek tehették, kipörgeti ide a balra Vígnak. Víg egy távoli lövés, levágódik, maga biztosan fogja a kapus. Ott pedig egy kísérlet, Pataki veszélyeztetett, de Nagy le tudta húzni a játékszert. Már is Vígnél a labda, egy távoli lövés, sikerült leérni a kapusnak. Ulvicki Attila is. Ulvicki Attila is. A két kapus egyelőre remekül véd. Nagyobbnál nagyobb bravúrokat mutatnak be. Talán mondhatjuk, hogy eddig kiegyensúlyozott a mérkőzés, hiszen mindkét oldalon voltak már lehetőségek. Kimegy-e a labda? Kimegy, igen. Ulvicki Attiláról el lehet mondani, hogy volt válogatott víg, kapus. Víglő, óriási véd. A strandfociban. Óriási lehetőséget szalasztott ezúttal el a Tiszafüred, hiszen Pataki és Tóth Sándor teljesen kettő az egybe voltak elől. Patakinek nem sikerült átvenni a labdát, ha ezt át tudja venni, bepasszolja középre, akkor azt hiszem abszolút zicser lett volna. De hát a futballban a havval kezdődő mondatoknak sosincs értelme, azért ezt már tudjuk. Közben a Hamzások mondták, egyik játékosa mondta, hogy húzzuk szét jobban. Nyilván próbálnak ugye területeket keresni, hogy tudjanak játszani.
Közben bedobás fog következni. Csomós fogja elvégezni a bedobást. Egy nagy bedobás át a hosszú oldalra. Egyre nem lett belőle semmi veszélyesebb szituáció. Végül egy bedobás lesz belőle. Jöhetnek a hamzások. Hát a hosszú oldalra csomós fejelne, és szöglet lesz belőle. Tóth Tibor fejéről került ki a labda az alapvonalon túlra. Most egy kicsit beszorult a Tiszafüred csapata. Nézzük, hogy a zöldek tudnak ezzel esetleg ebből valamit kezdeni. Ez biztos, hogy a 40 fokos meleg, ami ezen a hétvégén van, közben jön a szöglet. Szép dekázgatás, aztán egy lövés, Ulvicki fogja. Tehát ott tartottam, ez a 40 fokos meleg, talán mondhatjuk, hogy kiváló strandidő, de talán homokfocinak lehet, hogy néha egy kicsit már meleg is. Szerencsére, hogy a Balaton partján vagyunk. Így lemegy a mérkőzés, és lehet menni gyorsan a vízbe. Jöjjön akkor a szöglet, tiszafürediek jöhetnek. Jön a bemozgós figura, és megint átment a Nagy Endre mögött keresztbe a labda. Ezúttal nem volt érkező. Nemzeti csapatáról érdemes elmondani, hogy hétről hétre, vagy a mai napon is, tegnap is fogytak. Sérülések miatt igazán 7 játékos van és 2 kapus, úgyhogy nem nagyon van még csak csere soruk se. Így értékel a mai napon a sikereiket, ez kicsit emeli a érdemét annak, hogy idáig jutottak. Így van, itt az összeállításból is látszik, ami előttem van, hogy a hamzásoknak egy kicsit hosszabb a sora a listán. Már nem tudták közben megmenteni a labdát, bedobásra jöttek a hamzások. Távoli kísérlet. Ezért szép egyébként a labdarúgás, hiszen itt egy 2,5 órával ezelőtt beszélgettünk, és akkor azt beszéltük, hogy az első kinézet alapján talán olyan 100 term fékcentrumnak tűnik a döntő, és aztán végig is ez a két csapat játszott a bronz meccset, tehát még a döntőig se jutottak el. Közben egy lekészítés után csúnya mellé lőttek a tiszafürediek. Tóth Tibor volt az, aki ballal mellé tette. Egész szépen megteltek egyébként a lelátók is. Pálya körül mindenki most egy kicsit kijött a vízből, és ide jött a pálya mellé. Azért izgalmasak egyébként ezek a strandos játékok. Most nem csak akár a fociról beszélek, hanem akár mikor a strandkéziről vagy a strandraplabdáról, hiszen annyira gyors játék, annyira gyorsan történnek az események. Közben most már jöhetnek a tiszafürediek, Patakinál a labda. Pataki fordul rá, beleléptek a lövésébe. Tóth, távolról! Pont jókor pattant fel a labda, így lett igazán veszélyes. Nagy Endrének minden tudására ezúttal szükség volt, hogy ezt ki tudja tenyerelni szögletre. Pár másodperc van hátra. Egész pontosan 8 másodperc és vége az első félidőnek. Két hasonló képességű csapat 0-0-ás döntetlenjének tűnik ez az első félidő. Le is járt egyébként az idő. Egy térfél csere, és a térfél csere után folytatódik egyébként a mérkőzés. Hát itt nem úgy van, mint a nagypályán, hogy elmennek 15 percre a szünetre. Vesznek egy kis frissítőt, az edző jól leteremti őket, itt már körülbelül 15 másodperc van. Most biztos örülnének pedig egy kis öltözői hangulatnak a játékosok, még a letolás lenne is az edző részéről, mert tudnának szuszanni. Közben hamarosan megkezdődik a második félidő. Azt hiszem, az ilyen mérkőzésre szokták azt mondani nagypályán, hogy ilyen egy gólos meccs. Strandfocival egy kicsit szokatlan ezt mondani, hogy egy gólos meccs, de hát lehet látni tényleg, tehát itt sem olyan könnyű elérni a gólt, pedig hát egész nagyok a kapuk, egész kicsi a pálya mondjuk a füves pályákhoz képest, gyors kapus kidobásokkal akár 10 másodperc alatt mondjuk egy kapus kidobás és egy góllal akár 10 másodpercenként gólt lehetne szerezni, itt egy gyönyörű középkezdést láthattunk. Ulvickinek szüksége volt minden tudására, rögtön egy dobással kollégáját megtornáztatta. Új kapus van a Hamzánál, Tóth Gyula személyében, aki nagyon ismert, többszörös futszál válogatott kapus, de strandfoci válogatott is volt korábban. Ők mindig úgy játszanak, hogy egyik fél időben a Nagy Endre véd, a másikban pedig Tóth Gyula. Ez az igazságos csapat megosztás. Mindenki része legyen a siker neki, vagy akár a kudarcnak. Jöhetnek tehát a hamzások. Tóth Sándor állt bele a lövésbe.
Forgács próbálta felívelni a labdát, most újra próbálkozhat. Laposan átjátsza a labdát. Nagyhoz, egész pontosan Nagy Gáborhoz. Visszateszi a labdát. Tóth Gyula, vissza Nagyhoz. Most türelmesen próbálják fölhozni a labdát a hamzások. El is veszítik. De aztán Tóth Sándor szintén elveszíti a labdát. Már is itt a lehetőség. Óriási ajtóablak helyzetben tüzelt Szurdok fölé. A meccs eddigi egyik legnagyobb helyzete volt. Szeredású teljesen tisztán lőhetett, mint egy jó 5 méterről. Nyomasztó a meleg, és hát nem látszik a tévén keresztül valószínűleg, de nyomasztó a pálya is, hiszen nagyon forró homok, főleg a túloldalon. Hiába locsoljuk itt szünetben, meg sokszor meccs közben is, nagyon nehéz rajta megállni. Egy kis statisztikai érdekesség, ami esetleg talán alátámasztja azt, hogy a zöldek ma miért vannak itt a döntőben. A 4 selejtező állomás, amiről beszéltünk, azt összességében a Hamza Búzás FC csapata nyerte. 349 pontot szereztek a 4 selejtezőn. Másodikak lett egyébként ott a Fékcentrum, harmadik lett a Boroskóla FC, negyedik pedig a Füredi Szentek. Hát ebből a 4 csapatból a Hamza Búzásnak sikerült döntőbe jutnia, illetve a Fékcentrumnak még az elődöntőbe bejutnia. A Boroskóla FC is itt volt ugye a mai napon, de ők már a csoportmérkőzések során elvéreztek. Boroskóláról érdemes elmondani, tiszakécskei formáció és környékbeli fiatalokból, és a tiszakécskei fiatalokból álló csapat, nagyon szimpatikusak évek óta strandfoci résztvevők, csapatként barátnőstől, feleségestől, gyerekestől járnak mindenhova, és szép eredményeket érnek el. És hát most is egyébként nüanszokon múlt, hogy ők jutottak tovább, vagy nem ők jutottak tovább, hanem ugye a Tiszafüred ment tovább a csoportból. Nagy meccset vívtak, 0-0-nál volt sok lehetőségük, kihagyták, és hát a foci ilyen általában, valaki kiadja a helyzetét, az később megbosszulja a sors. Ahogy itt az előbb említette is, hogy például Boroskólánál ugye nyugodtan mondhatjuk, hogy itt van az egész család. Pont ez a szép egyébként ebbe az amatőr strandfoci kupában. Tehát olyan jó hangulata és feelingje van reggel óta, ami is itt közben Víg Ferenc lövése, és pont a saját csapattársáról vágódik ki a labda. Tehát annyira jó az egésznek a hangulata, a feelinge, tényleg, hogy a gyerekek, a párok lent fürdenek, itt vannak, utána ide jönnek, szurkolnak, aztán elmennek, esznek, isznak egyet, és hogy beszélget mindenki. Tehát ilyen és ehhez hasonló rendezvények lenne szerintem minél többre szükség, hogy minél több kapcsolatok, barátságok és jó viszonyok alakuljanak ki. Korábbi rendezvényekhez, ilyen szabastrandos, sanfotos rendezvényekhez viszonyítva, itt minden szombaton, minden hétvégén szombaton kapnak a csapatok egy kis kaját is, meg egy korsó sört is, tehát ez is egy kis családias motivumot visz az egészbe, egy feelinget ad az egésznek, és kis pénz is van, meg kupa van, tehát a díjazás is olyan, ami elnyeri a játékosoknak, illetve a csapatoknak a tetszését. Közben a hamzás játékos vezette ki a labdát. Jöhet a nemzeti Tiszafüred csapata. A bedobás után Tóth Sándor. Egyelőre békésen tartogatja a labdát. Ilyenkor próbálnak elmenni egy-egy csellel, hogy ugye meg tudják teremteni a létszámfölényes szituációkat. Közben cserélnek a tiszafürediek, miközben Patakit dobták pocakon. Azért érdekes, hogy még 7 perc van a meccsből hátra, ugye, és 0-0 az eredmény. Ez meglepő számomra is. Igen, hát az eddigi mérkőzéseken ilyenkor azért már legalább 1-2 gól hullott. Majdnem mindegyik kapuban, nyugodtan mondhatjuk. Hát ebből látszik egyébként, hogy milyen súlya és tétje van egyébként ennek a döntőnek. Mindegyik csapat inkább úgy van vele, hogy csak gólt ne kapjak. Fölösleges cseleket és kockázatokat nem nagyon vállalnak egyre a játékosok. Víg próbált egyet ollózni. Itt most egy kis nézeteltérés támadt. Az egyik játékvezető lefújta, a másik nem.
szabadrugás lesz belőle, ez még nem büntető talán, kívül volt, ha jól láttam. Viszont mondjuk ilyenkor sincs lehetőség a labda elé állni, ezt megtudtam a játékvezetőtől, hogy maximum egy sorban lehet elhelyezkedni a büntetést elvégző játékossal. Igen, viszont figyelni kell a befutóra, mert ha kipattan a kapusról vagy a kapufáról, visszajön a játéktérbe, akkor a kipattanóra nagyon le kell csapni, aki hamarébb lecsap, annak erőnye lesz. A büntető az annyiban lenne másabb, hogy egy kicsit közelebbről lehetne elvégezni, és ott nem állhat a labda mellé az ellenfél két játékosa. 9 méter, igen. És egész pontosan 9 méterről végzik el. Hát Víg most óriási lehetőséget szalasztott el. Igen. Hát most nagy lehetőség volt a zöldeknek. Közben Pataki fejeli vissza a labdát. Vámosi lövése vágódott le nagyról. Vámosi. Labdát szereznek. Víg. Víg próbálkozik távolról. Vígnél talán most egy kicsit fölment a pumpa az előző kiegyott szituáció után. Ebben a támadásban talán több lehetőség is lett volna, mert 3-2-be hozták. Le lehetett volna akár adni. Teljesen üres a bal oldal, de inkább Patakit választotta. Ulvicki pedig itt állt a bal oldalon, teljesen üresen Tóth Tibor. Meg is indulhatott volna. Közben pedig most már Tóth Gyula kidobása. Fölpattan a labda. Tóth Sándor. Tóth, egy lövés mellé. Ami szép még ebben a rendezvényben, a Fürdővárosok strandfoci kupájában, hogy elhangzott már mai nap korábban is többször is a bemondásban is, hogy 34 csapat nevezett összességében az 5 hét végén. Ezt ha 10-14 emberre megszorozzuk, akkor közel 500-as létszám jön ki, tehát majdnem 500 embert mozgat meg ez a rendezvény. 500-an strandfociznak, ami egyedül az országban, és ez mind amatőr szintű nyilván. Víg indítja a jobb oldalon Hamzát, de Hamza Tamás csúnyán mellé és fölé lőtt. Óriási szurkolás a lelátóról, csináljátok meg a tutit. Hát nem biztos, hogy ezúttal most ez volt a tuti, bár ebből a lövésből biztos, hogy nem kapnak gólt. Mármint ők maguk, mi visszahozzák a labdát, vissza lehet rendeződni a Tiszafüred csapatának. És aki elvégezte, őt is tutinak hívják. Ulvicki jött ki, Heulingert vitte a földre, egy távoli lövés és a felső kapufán csattant. Nem történt ott szabálytalanság. Ma már Ulvicki szerzett egy gólt. Az lenne még egyébként a szép, hogy ma ez egy ilyen gólszegény döntő, és mondjuk az utolsó percben valamelyik kapus lő egy gólt. Tehát az szenzációs dolog lenne. Hát most Ulvicki közel állt hozzá, hogy megszerezze a vezetést a Tiszafürednek. Heulinger. Hamza búzás bedobás jöhet. Kicsit nagy volt a bedobás Heulingernek. Elég komolyan meg kell hajítani a labdát, ha valaki át akarja dobni Heulingert. Tehát most sikerült a csapattársának. De Heulinger olyan 2 méter magas biztosan. Én még csak a feeling mellett is időznék. Mert mi a strandon vagyunk, minden alkalommal azért szép lányokat és asszonyokat látunk, ami szintén növeli a kedvét a fiúknak. Reméljük ez ennek tükrében, illetve ennek eredményeképpen most valamosan gól is fog születni. Valaki valamelyik kapu mögött meglát egy csinos hölgyet, és megpróbálja gyorsan célba venni, és pont a hálón keresztül oda arra megy a labda. De egyelőre továbbra is 0-0 egyébként a találkozó állása. Kevesebb, mint 2,5 perc van vissza. Amennyiben itt döntetlen lesz az eredmény, akkor jön a hosszabbítás. Így van, 1x3 perc hosszabbítás van, hogyha annak nincs eredménye, illetve nem dől el a mérkőzés, akkor büntetők vannak, akkor viszont egy-egy büntetők vannak párosával, aki először hibázik, az elbukja a döntőt. Egy távoli kísérlet, mert jócskán fölé szállt. Közben folyamatos cserék mind a két oldalon, próbálnak frissíteni a csapatok, próbálnak plusz energiákat bevetni itt a siker érdekében. Bozsó a Zorro állarcával. Tudjuk esetleg, hogy mi történt a játékossal, hogy ilyen a maszkban is ilyet a Igen, Berekfüldön a
első fordulóban, az első állomáson kapott egy ütést az órára, és akkor eltört az óra, úgy húzták helyre, és engedélyezték az állatot számára használni. Közben itt egy kis vita, hogy kié lesz a labda. Az egyik mondja, hogy a másik lökött, a másik mondja, hogy én nem löktem, akkor viszont a másiknál kéz volt. A lökést fújta le a játékvezető. Egész pontosan Csomós Tamás volt az elkövető. Egy perc nincs hátra. Ezt most már nem szabad úgy gondolom elkapkodni, azt a pár 10-15-20 másodpercet kell megbecsülni, és akkor a végén egy lövést eledeszteni. Ha bemegy, akkor megvan a kupa, ha nem, akkor lehet készülni a további izzadásra. Így igaz. Mondjuk ezt mi, akik itt ülünk az árnyékba. Egy távoli próbálkozás. Kivágódik a labda. Tóth Sándor próbált még egyszer lőni, de beleléptek. Forgács volt, aki kipiszkálta a labdát, kevesebb, mint 6 másodperc. Most egy gyors kidobás, ezt már nem valószínű, hogy lövéssel tudják befejezni. Ebben a pillanatban vége a rendes játékidőnek, és hamarosan folytatódik a találkozó egy 1x3 perces hosszabbítással. Közben a játékvezető ismét a pályára hívta a csapatokat, hogy megkezdődjön az 1x3 perces hosszabbítás. Az a kérdés, hogy ilyenkor a csapatok mire mennek, inkább döntsük el a hosszabbításban, adjuk a lutrira a büntetőre, vagy inkább elhúzzák a legeslegvégig, és úgy vannak vele, hogy hátra a büntetőnél pont őket segíti a Fortuna. Igen, ilyenkor mindenki szeretne gólt szerezni, mert a büntetőtől mindenki tart egy zsákba macska, elsület így is, elsület úgy is, viszont a 3 perc elég rövid idő, tehát ritka az, amikor ebből gól születik, vagy ebből ennek eredménye van, hát majd meglátjuk. Egy lövés, ami levágódik. Pál eresztette meg a Hamza Búzás csapatából. A bedobás után egy gyönyörű lövés, amelyik a felső lécről vágódik le. Szurdok tüzelt kapásból. Talán a meccs jelenete volt eddig. Dorcsák igazán ügyesen meghúzta, sajnos nem tudta befejezni. Nagy Gábor visszateszi a labdát. Igen, tehát azt azért mondjuk el a kedves nézőknek, hogy nem csak az, hogy most nincs annyi gól a tét miatt, hanem most itt a döntőn nem, tehát a döntőn nem is látszanak annyira szép jelenetek, mint a korábbiak alapján, hiszen nyilván itt a tétje miatt, ezt mindig kihangsúlyozzuk, ez olyan, mint akár most a füves focinál is beszélünk, egy Bajnokok Ligája döntőbe nem a legszebb játék a legfontosabb, hanem hogy elvigyük a kupát. Itt olyan dolgok történtek a nap folyamán, hogy ollózásos góloktól elkezdve a különböző figurákon át, itt is megint egy gyönyörű mozdulat. Forgács volt az, aki a levegőben úszva húzta rá a labdát ballal, tehát amiket csak azt mondom, hogy az ember testileg, fizikailag kivitelezni tud, mindenféle különböző akrobatikus mozdulatok is előfordultak, és aztán ebből vagy gólok, vagy helyzetek születtek. A strandfoci összes szépsége felvonult ma itt a Balatonboglári Platán strandon, de Szabas strandon. Egyébként már másfél perc sincs hátra. 1 perc 20 belül vagyunk. Egy távoli próbálkozás. Ulvicki tüzelt, de ezúttal ez nem volt veszélyes Tóth kapujára. Úgy látom, a hosszabbításon nem osztozkodik a két kapus, hogy 3 percet elfelezik másfélre. Ugye itt említette, hogy a 2x12-t ugye elosztják, viszont lehet, hogy most akkor viszont a büntetőket meg majd Nagy Endre fogja kezdeni. Hát ez kiderül, hogyha büntetőkre kerül sor. Elég nagy sanszal rá, mert kevesebb, mint 1 perc van vissza a hosszabbításból. Remekül húzzák meg a bal oldalt Bozsó részéről a tiszafürediek, aztán bedobás lesz belőle. Bedobás a hosszú oldalra, egy berobbanó fejes. Tóth Gyula szenzációsat véded, de Futre, illetve Nagy Gábor fölvágta Tóth Tibit, tehát onnan jön a szabadrugás. Ez érdekes, mert itt egy vialakba kell fölállni, sőt azt hiszem, hogy büntető területennek a határa van, tehát vonalba kell állni, akkor nem is vialakba. Itt igazán csak a kaput hosszú sarkát kell eltalálni. Igen, tehát itt ilyenkor
az óriási lehetőség, hiszen nyugodtan mondhatjuk, ez olyan, mint a büntetőt rúgna, face to face van a mezőnyjátékos a kapussal. Igazából jól el kell találni a labdát, bízni benne, hogy a kapus nem pont arra indul el, és nem, neki is nem most jön ki a élete legjobb vetődése talán, és akkor időn túli lehet, hogy gólt látunk, az biztos, hogy időn túli. Tehát ha bemegy, akkor megvan a győztes, ha nem, akkor nincs meg a győztes. Egy lövés, és Tóth megfogta, jöhetnek tehát a büntetők. Tóth Gyula jó kapus. És akkor a büntető rúgásokhoz érkeztünk. Tiszafüred csapatjátékos, a Vámosi rúgja az elsőt, mely az a jobb alsó sarokban köt ki. 1-0 eddig a Tiszafürednek. A hamzabúzás részéről pedig Víg Ferenc fog próbálkozni, mindent megtenni annak érdekében, hogy egalizálja a büntető párbaj állását. Játékvezetők ilyenkor pontosan megmondják, hogy hova szabad letenni a labdát. Ilyenkor nagyon fontos, hogy egy megfelelő kis dombot tudjanak építeni a homokba a játékosok, nehogy földbe rúgjanak. Rendesen ki tudják emelni a labdát. Víg meg is tesz ennek érdekében mindent. Víg ma már berúgott egy büntetőt, na nézzük. Víg lő! És óriásit fogott a Tiszafüred kapusa Ulvicki, és ezzel megszerzik a tiszafürediek a kupát, a Fürdővárosok strandfoci kupájának serlegét. Óriási mérkőzés volt, mely gólinséget hozott, viszont most büntetőkkel a Nemzeti Tiszafüred csapata megszerzi az aranyat. Innen gratulálunk nekik, és köszönjük a kedves nézőknek a figyelmet.